Sziasztok! Ma egy lecsós csirkepörköltet fogok galuskával készíteni, és gondoltam megmutatom nektek ezt, és hát ha valakit érdekel. Másfél filézett csirkemellből csinálom, ennyi volt a mélyhűtőben, ez most ilyen maradékmentés, nem volt kedvem vásárolni menni. 4 darab zöld paprikám volt. Ez majdnem egy olyan 40 deka, egy fél kilós csomagot vettem, és egyet használtam el belőle a héten. És ez pedig 25 deka paradicsom, hát ez is maradékból van, mert ilyen koktél paradicsom is a nagyja. És egy nagy fej vörös hagymát használok hozzá, piros paprikát, zsíradékot, ez esetben én most olívaolajjal csinálom, őrölt bors kell hozzá, és só. Akkor el is kezdem. Akkor teszek az edénybe egy kis olajat ez esetben, de természetesen bármilyen zsíradékkal, hát a legjobb zsírral, illetve étolajjal készíteni, mert ugye most ez egy pörkölt alap lesz. Beleteszem a vörös hagymát, és meg fogom vinszelni. A pörköltet sok hagymával szoktam, de mivel, hogy az összes hozzávaló most kevés, ezért egy nagy vörös hagyma ebben elég. Jó, meg is vinszelődött a vörös hagyma, úgyhogy most félrehúzom. Egy picit, icipicit hűljön le, és akkor ráteszem a piros paprikát. Ugye a tűzön nem szabad rátenni, mert a paprika megég, és keserű lesz. Na, akkor jó, jöhet is a paprika. Egy kupos teáskanállal teszek rá. Így. Jó, hát tulajdonképpen ugye most egy pörkölt alapot készítettünk. Jó, nem vágtam nagyon picire most a vörös hagymát, mert hogy ez egy lecsó szelet lesz, ha lecsót főzök, akkor se vágom apróra, akkor nem is kockára vágom, ugye, hanem szeletekbe. Na, és akkor most jöhet rá a csirke mell ez esetben. Bármilyen csirkéből csinálhatjátok, mármint a csirke bármilyen részéből, akár egész csirkéből is. Én a csirke mellett használok, ez volt itthon. Illetve azért, hogy az egészséges vonalat egy kicsit is kövessük, maradunk a csirke mellnél. Na, és akkor most ráteszem a tűzre. És akkor adunk neki egy nagyon kicsi vizet. Hagyma ne égjen, már nem is a vörös hagyma, a piros paprika miatt. Jó.
picit kifehéredett, úgyhogy megfordítom. Ezt lehetett volna pakanállal is, de ez nem sok van benne, úgyhogy jó. És akkor most sózunk. Egy csapot teáskanálnyi sót tettem rá, de ugye a sót és az örölt borsót ízlés szerint. Mindenki más mennyiségű sóval szereti az ételt. Jó. És akkor most még egy pici vizet adok rá. Jó, el is kezdett főni. És akkor most én ezt fedő alatt egy, hát egy ilyen 25-30 percig főzöm, nem tovább, mert ugye csirkemell vékony szeletben van, hamar megfő. Tehát körülbelül 25 perc múlva jelentkezem, és akkor fogjuk hozzáadni a paradicsomot, paprikát. Úgyhogy most ráteszem a fedőt, és hagy főjön. Na, hát időközben eltelt majdnem 25 perc. Úgyhogy majdnem megfőtt a úgymond csirke pörkölt, csirkemell pörkölt. Meg is kóstoltam. Egy icipicit sósabb lett, mint mikor csirke pörköltet készített. De ez így lesz jó, mert ugye jön bele a paradicsom, paprika, és az is vesz föl sót. És időközben oda készítettem vizet forni, amiben el fogom készíteni a nokedlit, illetve a galuskát, ki hogy hívja. Elnézést, itt a kamera egy kicsit mozog. Na, és akkor bele is teszem a paradicsomot. Akkor ez, mint mondtam, ez egy 20-25 deka, inkább 20 deka paradicsom. És ráteszem az karikára vágott zöld paprikát, tévé paprikát, ki hogy hívja. És én ez esetben most nem teszek már rá sót, mert, mint mondtam, tettem rá eleget, és vizet se teszek rá többet, mert láttátok, a pörkölt engedett szépen. Úgyhogy most ráteszem a fedőt, és főzöm egy 15-20 percig, és akkor megkavarom, megnézem, és szerintem rendben is lesz addigra. Jó, akkor felütöm a tojásokat. Rendben. És ebből fog a nokedli készülni. Teszek bele sót. Jó, és akkor egy nagyon pici vizet, nem is ezt viszem el, hanem hozok.
mondjuk ennyit. Nem csinálok sok nokedlit, mert két ember fog enni belőle. Illetve két adagot kell készítenem. Lehet, hogy kevés lesz az ablisztán, akkor kipótolom egy kis fehér liszttel, el kell mennem vásárolni. Mert, mint megszoktátok, nagyon sok mindent zablisztel készítek, ezt is a egészség jegyében. Hát a süteményeket természetesen nem, de nagyon sok mindenhez. Jó, hát kell sajnos elővennem egy fehér lisztet, az van itthon. Zablisztem ennyi volt, ami ebbe az üvegbe volt. Na, hát meglátjuk, hogy... És akkor jó kis kemény nokedlét fogunk. Mármint a keményet ne úgy értsétek, de még egy pici vizet ehhez kell adnom. Egyébként, mikor először készítettem zablisztből galuskát, úgy készítettem el, hogy lehet, hogy ki kell dobni, és akkor újat csinálok majd. Fehér lisztből, de nagyon finom lett. Úgyhogy, na ez meg is van. És akkor ófor és a víz, úgyhogy gyorsan kifogom szaggatni. Ezt az ezer éves nokedli szaggatót, mert aránylag apró nokedlik lesznek. Vettem már újabb fajtát is, de nekem az nem jött be. Közben fő mellettem a lecsós csirkepörkölt, nagyon finom illata kezd lenni. Jó, és akkor a másik fele. Ez a nokedli szaggatás azért nem a kedvencem, de hát, és közben meg kell egyet kavarnom, jó? Na, hát minden fő, ugye? A nokedli ott fő, a lecsós csirke itt, kicsi csoka leve, de nem baj. Még egy picit hagyom főni, egy 10 percet. És így, fedő nélkül, így fő is le belőle, és legalább lesz mit már tagadni. Ha valaki úgy gondolja, hogy egy kis friss kenyérkével a szaftot megtunkolja. Na, és akkor megkóstolom. Hm.
Isteni. Nagyon finom. Hú, ajánlom, hogy készítsétek el így is nyáron, illetve paprika paradicsom szezonban a csirkepörköltet, mert hát ugye nincs ebbe semmi furfang, mert ha jól belegondolunk, én ha télen készítek csirkepörköltet, akkor is ha van, legalább egy két szelet paprikát, meg egy fél paradicsomot beleteszek. Tehát itt most az a különbség, hogy ez most, hát ebből mennyi, egy 4 adag, és hát annyi paradicsom, paprika van benne, mintha főznék egy kis adag lecsót, illetve egy kis adag csirkepörköltet külön-külön. Végülis azt, hogy egybe van téve, de nagyon-nagyon megízesíti a húsit, nagyon finom. Nyáron sokkal finomabb, mint egy sima csirkepörkölt, olyan nagyon friss íze van. Hát, meg ugye a magyar ember szereti a lecsót, úgyhogy ha még egy kis húsika van benne, az csak jó lehet. Na, akkor ki kell szednem a nokedlit. Na, hát leszűrtem a nokedlit, és elkészült a lecsós csirke is. Mint látjátok, le is főtte a levét, így, hogy 10 perc után leszettem, miután a paprika paradicsomot beletettem, 10 percet főtt fedő alatt, és utána leszettem a fedőt, nagyon sok lélet rajta, és a maradék 10 perc már így fedő nélkül, úgyhogy le is főtt az a sok lé, és szaftos lett. Úgyhogy ki is fogok rögtön tálalni egy adagot. Na, akkor ki is szedtem egy adagot. Így néz ki. Remélem elnyerte a tetszéseteket, és amennyiben szeretitek a pörköltet, vagy csirkepörköltet, illetve szeretitek a lecsós ételeket, akkor én ajánlom, hogy amennyiben nem ismeritek ezt az ételt, készítsétek el. Nem muszáj nokedlit készíteni hozzá. Nálunk a családban, aki szereti, egy-két fiú, ők nokedlival szeretik, illetve hát van, aki megeszi tarhonyával is, és én például tészta nélkül eszem. Tehát csak a lecsós szeletet eszem. Nem eszek hozzá tésztafélét. Hát ez ki hogy szereti. Úgyhogy ez is egy tartalmas, ízletes, nagyon finom fogás, és hamar megvan, és egy olcsó étel aránylag, úgyhogy tiszta szívből ajánlom, hogy próbáljátok ki. Remélem elnyeri a tetszéseteket, ha kipróbáltátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!